Bryson teljes erővel berontott az ajtón, és azt kiabálta, anya, apa meghalt, csak kiabált, én meg azt mondtam, tessék. A szavak hallatán Jennifer lerohant az utcára. A fiai Bryson és Braden épp előtte húzták ki az apjukat a szomszéd medencéjének fenekéről. Tegye a fülét a szájához, és mondja el, hogy érez vagy hall lélegzést. Igen, lélegzik. Ő adja ki ezt a nyöszörgő hangot? Amikor Jennifer odaért, Michael meghobzott a szája, és elakadt a lélegzete. Melyikük a feleség? Itt vagyok. Van olyan orvosi problémája, ami rohammal járhat? Semmilyen nincs, semmi, egészséges. Nem tudom, mi történt. Azt hittem, lélegzik, de hogy belenéztem a szemébe, nem volt magánál. Mire a mentő megérkezett, már legalább 13 percet töltött oxigén nélkül. Jennifer, aki kórházi gyógyszerészként dolgozik, tudta, hogy mi forog kockán. 2 vagy 3 perc elteltével sérül az agy. El sem tudtam képzelni, mi lesz. Épp nemrég fogadtunk örökbe egy kislányt, hogy hogyan fogok 4 gyereket felnevelni egyedül. A kórházban a sürgősségi osztály dolgozói mindent megtettek, hogy stabilizálják Michael állapotát. A diagnózis elkeserítő volt, de Jennifer nem adta fel. Az orvos azt mondta, a CT vizsgálat agysérülést mutat. Én azt mondtam, nem hiszem el, amit mond. Én egy csodatevő istent szolgálok. Az orvosok mesterséges kómába helyezték Michaelt, és csökkentették a test hőmérsékletét, hogy csökkentsék az agyában és tüdejében lévő duzzanatokat. Eközben barátok és családtagok tucatjai gyűltek össze a kórházban, hogy imádkozzanak. Mindemellett ima támogatókat toboroztak. Csak annyit tudtam, hogy harcolnom kell az életéért. Ezt kell tennünk a következő napokban. Félretettünk mindent, és harcoltunk. Imádkoztunk, és imádkoztunk. Minden alkalommal imádkoztunk, remélve, hogy édesapánk velünk marad, amikor bementünk a kórházba, és hogy Isten gyógyítsa meg. Egész éjjel virrasztottak, és imádkoztak. Kedd reggel, 2 nappal a baleset után Jennifer egy baráttal ült Michael mellett. A barátnőm azt mondta, nézd, mintha megmozdult volna. Kiruhantam a nővérért, kiabálva, hogy felébredt. Hamarosan kiderült, hogy Michael rendbe fog jönni. Kérdeztem, emlékszik-e az Ézsaiás 41:10-re, és elkezdtem idézni. Michael szó szerint el tudta mondani, és akkor tudtuk, hogy rendben lesz minden. Csodálatos volt. Az első kérdésem a feleségemhez az volt, hogy milyen nap van ma. Azt mondta Ked. Mire én, mi a dátum? Azt válaszolta, július 28-a. Akkor mondtam, hogy gyorsan mennünk kell, mert az egészségbiztosításom lejár 31-én. Michael a szeretteire emlékszik, akik körülvették őt, amikor felébredt. Emlékszem a feleségemre, a gyerekeimre, a barátaimra. Nagyon sok barátot láttam aznap, amikor felébredtem. Michael elmesélte, hogy az egyik gyerek a nyakára esett, amikor beugrott a medencébe. Azonnali bénulást okozott, semmi sem működött. Lesüllyedtem a medence aljára. Tudtam, hol vagyok, láttam a szememmel, de a testem többi része nem működött. A felébredése utáni napon már újra lábra tudott állni. Hisz abban, hogy az imákkal és Isten gyógyító erejével kerekedett felül a bajon. Hosszú ideig voltam a víz alatt. Elég sokáig ahhoz, hogy az orvosok azt mondták, nem is lehetnék már itt, vagy komoly agykárosodást kellett volna szenvednem. Az eset óta Michael semmilyen maradandó károsodást nem észlelt. A gyerekei nagyon boldogok. Apa nagyon aktív és bolondozós. Nagyon jó és kedves. Nagyon szeret minket. Az egész család másképp néz a csodák istenére. Az ima a legfontosabb kapcsolatunk az Úrral, és ez győzi le az ellenséget. Nagyon hálás vagyok, hogy része lehettem ennek. Minden napot ajándéknak élek meg. Isten adott egy új napot, hogy megöleljem a gyerekeimet, időt töltsek a feleségemmel, együtt legyek a barátaimmal, és elmondjam az embereknek, milyen jó is ő.